Olyan gyorsan elfogytak a jegyek, hogy szinte azonnal egy új második időpontot is létre kellett hozni. Orosz Gyuri humorista április elején érkezik a Cinema Bridge-be a Hová-Hová című önálló estjével. A Stand Up Comedy Humor Társulat vezetője és alapítója a vendégem online, Orosz Gyuri. Szia, jó estét kívánok! Szia, sziasztok! Hát így van, igen, az első előadásra nagyon gyorsan elpörögtek a jegyek, úgyhogy nyitottunk egy másodikat. Mit jelent pontosan a Hová-Hová cím? Mit takar ebből? Ki lehet-e bármit következtetni? Hát igen, ezzel szoktam kezdeni az előadást. Tehát a Hová-Hová az azt jelenti, hogy néha mondok olyat egy előadáson, amitől mondjuk megsértődik egy néző, elindul hazafelé, és akkor meg szoktam kérdezni, hogy hova-hova. Szerencsére nem sűrűn fordul elő, de szeretem azért feszegetni a határokat, maradjunk egyben. Ugye ez a sorozat már tavaly útjára indult, azóta hogy látod, mekkora népszerűségnek örvend? Hát ez mindenütt telt házzal megy egyébként. Voltunk, hát most már közel 40 helyen, sőt most tervezzük azt, hogy hát előkészületekben van további külföldi helyszín, tehát voltam már ezzel Svédországban, Warringtonban, Angliában, és most egy nagyobb, egy hétállomásos turné következik, még az, hogy melyik országról van szó, az egyenlőre maradjon meglepetés. De hát Gyöngyösen is ugye az első az már biztos, hogy teltházas, és valószínű az lesz, de hát aki még gyors, az még tud a második időpontra jegyet foglalni. A programról egyébként az olvasható, hogy mindenki tart valahová, de sokszor még magunk sem tudjuk, hogy mi a célunk. A lényeg, hogy haladjunk, mert ha megállunk, akkor szembesülnünk kell azzal, hogy hol is vagyunk, ezért mi folyamatosan haladunk, hogy ne legyünk ott, ahol vagyunk. Na ez mit takar? Ez, megmondom, ez azt jelenti, hogy először én elküldtem azt, amit az előbb mondtam, arra azt mondták, hogy ez rövid, meg ilyen semmilyen. Én meg akkor mondom, jó, akkor írok egy hosszabbat, de nincsen különösebb értelme, úgyhogy ez egész pontosan ezért történt. És még egy érdekes dolog, pont néztem azt, ahogy mutatták kollégák, hogy milyen furán foglalják a jegyet az előadás, erre az előadásra, hogy hát nyilván ez egy moziban van, és hát alapból én is, ha beülök a moziba, akkor hátul szeretnék ülni, meg középen, és mondjuk nem szeretnék az első sorban, nem tudom, ki látott már filmet első sorban, ott nem jó. Viszont stand-up esetében pont az első sor szokott először betelni, de itt valamiért azt hiszik, hogy a mozivásznon leszek, de nem, élőben leszek ott, úgyhogy szerintem az első sor a legjobb. A humoristák egyébként hogy készülnek? Mennyire improvizáció és mennyire csúnya szóval betanult szöveg az, amit előadtok? Mennyire kell együtt élni az adott közönséggel? Alapvetően nagy átlagban úgy szokott lenni egy önálló est, hogyha megnézed 2020-ban egy ilyen önálló estet, és talán megnézed 2023-ban, akkor túl sok különbség nincsen közte. Maximum maga, ahogy fejlődik a műsor, de mondjuk egy fél éves távlatban ugyanazt a műsort kapod meg. Az, hogy nyilván alapimprovizációk előfordulhatnak. Na most én elég speciális módon működök, tehát én a rádiókabaréban is úgy szoktam szerepelni, hogy én 10 éve ugyanazt az anyagot küldöm be, de nem azt adom elő. Úgyhogy az önálló estem is olyan, hogy van egy ilyen keretrendszer, nyilván van benne 3-4 olyan nagyobb sztori, amit biztosan elmesélek, de hát soha nem lehet tudni, hogy hova-hova tart ez a műsor, úgyhogy még ezzel is magyarázhatnánk a címet. Úgyhogy szokták azt mondani, hogyha valaki mondjuk pár hónapon belül eljön egy ilyen előadásra, akkor azt mondja, hogy de hát ez teljesen más volt. Hát mondom, mert most nekem ilyen hangulatom és kedvem volt. Egy a biztos, hogy szól olyan dolgokról, ami után elgondolkozhat egy néző, hogyha feláll az előadásról, másrészt pedig nagyon vicces, de hát ezt nyilván ne én mondjam el magamról, majd a nézők utána ezt kinyilatkozhatják. Ez is egy jó infó róla, az, amit ugye olvashatunk a programról a honlapon, abból ugye nem sok minden derül ki, valamit azért csepegtes nekünk, hogy itt a saját életutatból lesznek például sztorik? Igen, van szó a családomról, és a családommal kapcsolatos dolgok igazából megmagyarázzák azt, hogy honnan jövök, milyen vagyok, milyen a humorom, tehát nyilván egy kelet-magyarországi ember vagyok, akik hát olyan helyen nőttek fel, ott Debrecenben se hegy, se folyó, se semmi nem volt, úgyhogy unatkoztunk, ezért szórakoztattuk egymást, és erről mindenképpen szó van. Másrészt pedig
elmesélem azt, hogy na, ezzel kezdődik az egész, tehát a gyerekkorommal kezdődik, és az, hogy honnan érkeztem, és utána pedig arról beszélek, hogy manapság milyen, hát nem is tudom, hogy mi annak az oka, hogy én mondjuk folyamatosan ennyi történetet el tudok mesélni, és szerintem nagyon fontos a bátorság. Tehát én az életem folyamán azért éltem meg olyan sok mindent, mert bátor voltam, és mindig mindent kipróbáltam. Szerencsére nem haltam bele, meg nem kerültem börtönbe, de sok mindent kipróbáltam életem folyamán. És ez a bátorság, és szerintem egy kicsit erről szól ez az előadás, hogy ha bátrak vagyunk, akkor sok minden megtörténik velünk. Ezért van az mai napig, hogy kollégáim is azt gondolják, hogy némelyik sztorit én találtam ki. És aztán utána jön rá bizonyíték, feltöltök róla egy videót, jön egy barátom, elmeséli, hogy de pedig ez így volt. Hihetetlen történetekről szoktam mesélni, de nem lehetetlenek. Úgyhogy ezek valóban megtörténtek velem, a bátorság nagyon fontos, annál színesebb lesz az életünk, minél többet vagyunk bátrak és kipróbálunk dolgokat. Hát tényleg sok mindent kipróbáltál, tévésztél is korábban. Mennyire tudod kamatoztatni az ott megszerzett tudásodat egyébként? Hát sok, én azt mondom, hogy a stand-up egy kicsit az egész médiának egy ilyen kis zanzásított műfaja. Én rádiós műsorvezetőként is dolgoztam, televíziós műsorvezetőként is, konferenciéként voltam, ceremóniamester esküvőkön. Sokféle dolgot csináltam, szerkesztettem, írtam, könyvet írtam. Ez mind segített abban, hogy el tudjak készíteni egy jó stand-up anyagot. Akár a rádiózás az, hogy folyamatosan tud az ember beszélni, nem tart szüneteket, akkor, hogyha leblokkol, akkor sem kell azt mondani, hogy jaj, elfelejtettem, mit akartam mondani, hanem akkor kitölti valamivel, amit ott akkor elmond, de akár a forgatókönyvírás is olyan, hogy egy stand-up anyag, egy stand-up történet, ez pont olyan, mint egy film. Tehát ha valaki tudatosan ért ehhez, hogy kell elkezdeni, hogy kell befejezni, hol kell, hogy legyen benne egy csúcspont, akkor tudatosan sokkal gyorsabban elkészül, és ezért van az, hogy 2-3 önálló esti anyagot elkészítek egy évben, mert erre a technikára már nem kell figyelnem, és mire színpadra viszem, már működik az anyag, nem kell egy fél évig vagy egy évig tesztelni, hogy biztosan jó lesz-e. Úgyhogy ez, azt gondolom, ez az a tudás, amit például mi a humor technikumban át szoktunk adni a fiataloknak, ez a mi tehetségkutató és tehetséggondozó programunk, ami már 10 éve megy. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, sajnos a műsoridőnk lejárt, úgyhogy április 2-án még a 6 órási időpontra vannak jegyek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és várunk április 2-án. Köszönöm szépen, ott találkozunk. Önöknek köszönjük a figyelmet, további szép estét és jó hétvégét, viszontlátásra!